Szevasztok, most kipróbálom, és bemutatom azt a játékot, ami a világ legidegesítőbb játéka, néven híres. Megnézzük, hogy tényleg annyira idegesítő, mint ahogy mondják-e. Lássunk is hozzá. Na, nézzük az első szintet. Vigyorgós golyók. Szőlőkjük. Azt is, de itt hol van ennek a pontok? Jön vissza a golyó, felugrok. Mi? Földből jött ki egy ilyen vigyorgós izé. Vagy a vezetékből, föld alatti vezetékből, vagy honnan jött ki, csatornahálózatból. Az egyiket megsemmisítettem. Most is, ez nem igaz. Akkor előről kezdem. Átugrálom őket. Most is kijött egy onnan. Kérdőjeles izéből. Sikerült átugrottam. Ugrik a macska. Leesik a macska. Nem igaz, bezzel megrakott és tovább megy. Így néha átugrálom ezeket a dagimonokat. Ezt már tudom, hogy kell kijátszom. És nézzük a többit, hogy kell kijátszom. Átugrálom. És tovább megyek. Itt meg az égből jön. Ez kemény. A felhőnek szeme van, de szája nincs. Kicselezem őket. Ez nem igaz, megint. Akkor is előről kezdem. Megint megharap. Nem volt jó az ugrógomb. Valami baj van vele. Most is. Átugrom, és utána ugrani akarok még egyszer, nem lát. Na, sikeresen átugrottam. Jó, most is ugrani akartam. Ezt nem engedem, hogy ugorjak. Kezdhettem előről. Ez most át lett ugorva. Jönnek a dagimonok, támadnak. Beestek a gödörbe. Most ez is át lett ugorva. Ez az. Letaroltad őket a teknős. Van egy zászlóm. És visszajött a halálból. Visszahoztam a halálból a macskát. Na, ez durva. És most beesett a halálba. Most is, ugyanoda, mert nem engedi az ugrógomb, hogy ugorjak. Átugrottam a csapdát. Most meg az égbe esnek. Csapdába kerültem. Nem lehet ugrani rendesen. És most jött ki a szája a felhőnek.
felhő haragta macska. Nyitott szája harapja meg a macskát, a golyó, vagy mi az ott, a guruló, izé, Dagimon. Nyitott szája harap macskát, és nem is mozgatja a száját. Csapdába kerültem. Megint. Inkább leugrok. Úgy se jutok ki innen. Nincsen fegyvere a macskán, semmi. Pedig lehetne. Mi? Hátulról érek hozzá, és akkor hogy nyírhatja ki a macskát, hogyha hátulról érek hozzá? Nem előről voltam, hogy megharapjon. És a fordulásra is láttam, hogy lassabb volt. Ez csapdába vagyok, meg minden, leugrok inkább. Úgy se jutok ki. Ezt kezdjem előről. Előről kezdem én. Úgyis megcsinálom. Megcsinálom. Át lettek ugorva. És lehúztam. Akkor nézzük, mit mutat. Elindítom. Így kell átugranom. Vissza kell lépni. És akkor nem esik rá a fóka. Akkor ezt most kikszám. Nem, nézzük meg még egyszer. Így. Most x-elem ki. És kezdődik a játék megint. Nem, hogy ott rendesen ugrani, és megint a csapdába ugrottam, akkor inkább leugrok. Ezt előről kezdem. Na most átugrottam. Ezt is átugrottam. Jó, és megint rám estek. Tudtam, hogy ott van. Ráugrok és átugrok. Megvárom, még elmennek. Megint nem tudtam átugrani. Akkor lehúzom a zászlót. Magától tovább megy a macska, nem tud visszalépni, és ráesik a fóka. Akkor ezt most kiikszanám. Nem érdekel még egyszer a videó. És beesett. Lefejlett a levegőbe lévő téglát. Téglákat vagy mi. És leesett. Most meg nem ugrott rendesen. Most se ugrott rendesen. Ennek az ugrásával, a navigációval probléma van. Ennek a játéknak. Csapdába esik. Átugrottam a gödről. Pont itt esek le. Na most, hogy részese voltam ennek a csodának, elmondhatom, hogy ez tényleg a világ legidegesítőbb játéka. Viszont annyira szórakoztató, hogy a világ egyik legviccesebb játéka is. Azért nem mondom, hogy ez a világ legviccesebb játéka, mert ennél van sokkal viccesebb játék. De az biztos, hogy a legidegesítőbb.
Köszönöm a figyelmet!